Új parkolót adtak át a középszeren az avasi lakótelepen, a lakók kérésére megvalósuló beruházás parkolóhelyet biztosít ezentúl az ott lakóknak, és megszünteti egyben az esőzések után kialakuló áldatlan állapotokat is. Nem is olyan régen még sárban, süppedős talajon parkolhattak le a középszer lakói, hogyha megteltek az eddig használt parkolók. Korábban ugyanis a nem túl szerencsésen kialakított útvonal nem tette lehetővé a középszer elején lakóknak a rendes parkolást, akik így azzal keresték meg Szűcs Erika, a avasi önkormányzati képviselőt, hogy segítse megvalósítani kérésüket. Végül is ez egy picike beruházás, egy 28 méteres szakasz, ahol 11 autónak sikerült új parkolási lehetőséget biztosítani. Mindezt a képviselői kerület rendelkezésére álló alapból tették meg, 1 millió 778 ezer forint értékben, a szocialista képviselőjelöltek segítségével. Szűcs Erika, a szocialista önkormányzati képviselő az átadón azt az összefogást emelte ki, amely segítségével megépülhetett az új parkoló. Szerinte ugyanis az ilyen összefogás segítette eddig is az avasi városrész fejlődését, és teheti jobbá ezentúl is a lakótelepen élők életkörülményeit, mindennapjait.